Egy szerelmi történet 24 órába sűrítve. A Hajnalban, délben, este című darabot mutatják be a Békés Csabai Jókai Színházban. A három felvonásos olasz romantikus vígjátékot holnaptól láthatja a közönség Tege Antal rendezésében. Még a krumpli földön heverne. Ki tudna csak úgy elmenni magam el. Megismerkedés, konfliktusok és azok kezelése, majd újra egymásra találás Hajnalban, délben, este. Dario Nicodemi vígjátéka egy szerelmes pár egy napját követi végig. Az ember ugye a saját életéből is hozza az élményanyagot ahhoz, és azt próbálja belegyúrni a darabba, természetesen úgy, hogy maga a darab ne sérüljön, hanem a történet megmaradjon, de nagyon hasonló élethelyzetek történnek velünk is. A történet főhősei az első randevútól egészen az eljegyzésig jutnak, és közben egy párkapcsolat minden stációját bejárják. A darab a férfinő kapcsolatok szeszélyességét ábrázolja. Példát mutat az embereknek arról, hogy a férfiaknak, hogy egy nőért hogyan kell teperni, és egy nőnek, hogy a férfit hogyan kell kezelni. Ez egy nagy tanítás mindenki számára, tehát ez a fiataloknak, akik már több éve házasok, akik párkapcsolatban élnek, mindenkinek. Ó, hihetetlen, milyen elbizakodott! Sokszor, mikor dráma van, vagy probléma van, akkor hajlamosak vagyunk belülről örlődni. Viszont ez a karakter, és a Mário karaktere is kifelé nyomja azt, ami fáj neki, ami jól esik neki. A romantikával, szenvedéllyel, vidámsággal teli darab a 21. században is aktuális. Egy véget nem érő küzdelem egymás megtalálásáért. Kérem!